Jó estét kívánok, kedves nézőink! Felmerül a kérdés, hogy a mindenség csak mindensége, és csupán csak abból áll, amit mi emberek a műszereinkkel mérünk, az érzékszerveinkkel érzékelünk, az értelmünkkel felfogunk, vagy ezeken túlmenően léteznek más létsíkjai is az általunk érzékelt és felfogott mindenségnek. Mert ha nem létezik más létsík, akkor kár beszélni arról, hogy szakralitás, spiritualitás vagy isteni minőség, hiszen akkor ez az emberi szint a teteje, a csúcsa a mindenségnek, amelyben mi is élünk, és nincs tovább. Azonban ha az általunk érzékelt és felfogott létsíkon túl létezik, illetve léteznek más létsíkok is, akkor erősen javasolt belátni, hogy többek között az ember is egy teremtett lény, amely lény lényegesen összetettebb, mint a látható, csak anyagi rész. Nem beszélve arról, hogy akkor az ember is egy spirituális lény. És ebben az esetben helytelen az a meghatározás, hogy mindenség. Helyette a helyes meghatározás a teremtett mindenség, ahol kell lennie olyan szinteknek is, amely szintek messze túlhaladják az emberi minőséget, az általunk, halandók által megélt anyagi, fizikai szinttel együtt. Azonban ekkor felmerül a nem mindenkinek tetsző kérdés. Az Úr Jézus Krisztus, az egyetemes megváltó meghatározható-e emberi mércével, ő csak egy néphez köthető-e, vagy pedig ez is csak a sok hazugság közül az egyik, ám nagy jelentőséggel bíró vallástörténeti hazugság, amivel igyekeznek félrevezetni az emberiséget azok az erők és kiszolgálóik, akiknek érdekében áll ennek a hazugságnak is a fenntartása. Meghívott vendégem a témát illetően Papp Gábor, művészettörténész. Jó estét kívánok, tanár úr! Nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadtam meghívásunkat. Megint egy olyan témát vettem elő, és szeretném, hogy átbeszélnénk, ami úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenkit érdekelhet. Ezt a saját gyermekeim által tudom, amikor elmegyek különböző eseményekre a templomba gyermekeim el, ami az iskolának a rendezése által történik meg, hogy olyat hallok, az Úr Jézus Krisztus a Messiás, meg ő gyakorlatilag egyetlen egy néphez jött ki, le a földre, bocsánat, ez a nép nem más, mint a magukat kiválasztottak tartó, úgynevezett kiválasztott nép, és innen nincs tovább, és mindannyian örüljünk, mert ez így van. És amikor az egyik alkalommal a plébános úrral elkezdtem beszélgetni erről, akkor ő szemtől meg is dorgált, hogy hogy mondhatok ilyet, mert hát az nem úgy van, mondtam, én szerintem az Úr Jézus Krisztus annyira nem messiás, amennyire, ő pedig az egyetemes megváltó, és szeretném, hogy egy kicsit beszélnénk erről a témáról is, mert úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok minden nem úgy van az valóságban, az igazság oldalán, mint ahogy tanítják és mondják. És itt eszembe jut az egyik adásunknak a témája, hogy hírek és tények. Hát igen, hogyha most átvehetem a szót. Hát azért ez is egy jó kerek. Vallomásféle volt itt a kérdés ürügyén. És hát ahhoz, hogy én ebbe be tudjak kapcsolódni, hát egyszerre kellene lennem mondjuk teológusnak. Nem biztos, hogy előnyt jelentene, erényt talán, de kellene. Tehát itt azért bizonyos dolgokkal tisztában kell lenni. Aztán filozófus, nem ártana, ha lennék, akkor politológus, az sem ártana, ha lennék, és hát valamilyen nagyon magas szintű tudású természettudós, mert itt mindegyik szóba került. Hát először is hadd mondjak el egy olyan pár mondat, vagy talán csak egy mondat lesz, amit nem régen olvastam. És én úgy érzem, hogy ez most nagyon is ideillik. Ezt nem tudom, hogy kitől idézem, mert amiben olvastam, már ott se közölték, csak idézőjelben, de nem közölték, hogy kitől idézik. Viszont nagyon tanulságos. Azt mondja, hogy ha egy istentagadó materialista, mert ugye itt elhangzott a teremtett világ, tehát ez most ahhoz kapcsolódna ez a pár gondolat. Tehát ha egy istentagadó materialista és egy hívő idealista, én mondjuk az idealista helyett mást mondanék, de mindegy, tehát egy istenhívő vitatkozik, ott alapvetően csak is az istenhívőnek lehet igaza. Miért? Most az ember úgy, mikor idáig ér az olvasásba, akkor el kell berzenkedni, hogy na ne, hát azért már innen ne jelentsen ki ilyen dolgokat meg. Egyáltalán hogy jössz te ahhoz? És akkor utána megindokolja, mert az istenhívőnek lehet személyes, teljes értékű élménye az Istenről. Tehát lehet teljes értékű kapcsolata az Istennel. De az Isten tagadónak soha semmilyen körülmények közt nem lehet személyes, teljes értékű kapcsolata azzal a ténnyel, hogy nincs Isten.
Na most nem tudom, kit én idézem, és ennél biztos, hogy szerencsésebb a megfogalmazás. Mondom, teljesen friss ez az élmény, most olvastam először. És azért az ember elgondolkozik ezen, tehát mi itt beszélgettünk, és úgy tűnik, hogy itt pattognak a kérdések, válaszok, tehát hogy ezek itt nagyon kidolgozott gondolatmenetek. Hát itt lehet, de nem itt dolgozódnak ki. Tehát ez azért ne felejtsük el, én mögöttem 81 év áll, és az alatt azért gyűlnek a tapasztalatok. És az ember megérzi, hogy hát különösen, ha megmaradt valami a minőségérzékeléséből. De hát ugye elvileg meg kell, hogy maradjon, ha volt valaha, mert hát művészettörténet, irodalomtörténet, ha itt nincs minőségérzékelés, akkor az semmit nem ér. Hát mint ahogy van rá példa, hogy semmit se ér. De minden esetre ez azért fontos kérdés, mert ha jelenleg megint maradunk a témánál, a jelenlegi gyakorlatot, az, hogy bizonyos kérdésekre hogyan reagálunk, mennyire gyorsan, mennyire meggondolatlanul, ezt elképesztő módon felgyorsította a Facebook. És az a lehetőség, hogy én mindenre azonnal nagy közönségnek nyilvánosan, a nagy közönség számára azonnal foghatóan tudok reagálni. És semmi kontroll igény nincs. Tehát ez azt jelenti, hogy vagy szellemesen, vagy szellemesnek szántan, de tulajdonképpen nyeglén. Csak az a lényeg, hogy azonnal valamit rá. Tehát nem tud megérni a gondolat, nem tudja eldönteni, hogy most akkor ezen, ha nem is értek egyet vele, akkor is érdemes egy kicsit elgondolni. Nem, azonnal söpri le az asztalon. Tehát ez a türelmetlenség, amikor az alapállás a másiknak a véleménye, nincs igazad. Tehát ez a korunknak most fölgyorsult, tovább gyorsult, inkább csak így mondanám, lehetősége, és itt már föl lehet tenni azt a kérdést, hogy aki bevezette ilyen szabályzattal a Facebookot, az nem épp ezért vezette be? Mert így a szemünk láttára, fülünk hallatára épül rá az emberi minőség. Miért? Mert odáig gyorsítják, hogy nincs alkalma már rá, ha pályán akar maradni, hogy megérlelje a gondolatait. Tehát csak automatikusan tud reagálni, és erre pedig alkalmasabb a biorobot. Azt meg el kell ismerni. Tehát biorobotosítjuk az embert. Na most az, hogy tyuk, az nem, mert én nem. De ez az általános tendencia. És ezt ugye megvizsgálják nagyon tudós elmék a rádióban, én csak rádióban hallgatom, hogy ez gazdaságilag mennyit fog majd javítani. De csak azt, hogy egy-egy műveletet mennyivel gyorsabban, mennyiszer több lesz az eredmény, ami már fogható, és eszébe se jut, hogy ha tényleg ez a jobb, perceken belül be fogják vezetni. Mi lesz azzal, aki ma emberként ezt a munkát végzi? Soha nem vetik fel. Tehát amennyit én fejlesztek a gépi úton megbízhatóbban, gyorsabban, hát hogy mondjam, működő szerkezeteket, annyit kell majd, vagy sokszorosát elbocsátanom emberekből. Tehát az emberre annyival lesz kevésbé szükség itt a világban, és ez nem hogy mondjam, fantazmagória, ez a teljes utána nézhető tény, hogy már ahol bevezem, mert van, ahol már bevezettek, mennyit kellett elbocsátani. Hogy aztán azt mivel indokolják, az egy más kérdés. Ez már a tények és a hírek kérdése. Csak hogy érzékelhető legyen, hogy itt bizony nagyon nagy gondok vannak. Ez megint meddig tudom visszavezetni? Hát a program végrehajtás, program, dihotómia, tessék. És az egyháznak egy szava nincs hozzá. Tehát Isten őriz, hogy ebből azt a következtetést vonják, hogy itt most én egyház ellenes szövegeket akarok mondani. Nem. De vállalni kell érte a felelősséget. Vagy egy gyökeres visszaalakítást egy még hiteles emberképre. És az bizony háromdimenziós lesz. Pontosan három összetevős lesz. És hát ez a trihotómia. Itt nincs mese. Ha a trihotómiáig nem talál vissza az egyház, akkor az emberiségnek, mint hogy milyen teremtett lénynek a jövője abszolút bizonytalan, sőt, hát tulajdonképpen maga a leselejteződés. És saját magát fogja leselejteződni. Na most térjünk vissza egy kicsit még, mert itt konkrétumok is elhangzottak.
Hát ugye itt maga ez a Jézus kérdés. Ezzel én nagyon szigorúan szoktam mostanában már fogalmazni, és meg kell mondjam, hogy sokan nem örülnek ennek. Én sem örülök. De most már nagyon határozottan ki kell mondani. Jézus nem volt messiás. És ez nem olyan dolog, hogy itt valaki itt kijelentéseket tesz, aztán várja, hogy megtapsolják. Tessék elmenni a rabbi képzőintézetbe. Bárkit, akár a portást megkérdezik. Azonnal azt mondja, de persze, hogy nem volt az. Tehát itt semmiféle nézet különbség nincs az ortodox zsidó álláspont és az enyém közt. Na most erre lehet lezsidózni engem, lehet bármit, hát a komment az mindent elbír. De azt azért tudni kell, hogy tessék már végignézni a gondolatmeneten. Mit jelent az, hogy messiás? Miért nem fogadja el egy ortodox zsidó a messiásnak Jézus Krisztust? Mert nem volt az. Tehát a kritériumoknak, a meghatározó tényezőknek nem felel meg. És ezt ők még nem tudatosították magukban, amikor a bevonulás volt Jeruzsálembe. Ugye ez a virágvasárnapnak az ünnepe. Miért? Hát azért, mert sikerült elhíresztelni róla, hogy ő Dávid házából származó, hát egyenes ági, hát ugye Dávid származik. Holott ez nem ő, ez a nevelő apja József. Annak tényleg föl van sorolva ott a teljesen a családfája. Igen, ám, de mi meg? Hát ott kezdődik, hogy én Jézusról valamit tudok mondani, hogy ő nem József vérszerinti fia. Hát akkor meg miről beszélünk? Tehát ezek nem olyan kérdések, hogy elfogult, persze, mert biztos antiszemita. Először is nem ment az antiszemita. Kettő, miért lennék elfogult? Miért? Engem az igazság érdekel. Ebben a kérdésben Jézus először is nem ebben a minőségében végezte el a csodatévő, térítő, feltámasztó, gyógyító munkásságát, hanem Jézus Krisztusként. Tehát két összetevőjű minőségről van szó. Már eleve elképzelhetetlen, hogy földi apától született volna, mert akkor már nem erről a fogalomról, nem ezt megtestesítő valakiről beszélek. És ha valaki ezt úgy veszi, hogy ez már az én materialista gondolkodásomban nem fér bele, drágám, semmi bajom nincs veled. Ott vagy a rabbi képzőintézetben, szervusz, egyetértünk. Mert a te fogalmad az messiás. És te azt nyilván első órák egyikén tanultad, a messiás egy rendkívül szigorúan definiált, tehát meghatározott fogalom. De nem lehet vele játszadozni, mert a messiás egyetlen néphez, a választott néphez, küldetett azért, hogy azt az összes többi fölé helyezze. És innen lehet, nem megváltja a többit, föléjük emelkedik, és innen részletezi, hogy milyen módon. Vasveszővel legeltetél, mit tudom én, tehát jönnek a konkrétumok. De egyik sem, még csak nem is érinti az egyetemes megváltó képzetét. Miért? Mert nincs számára ilyen, hogy egyetemes. Hanem van az, hogy mi a kiválasztottak, és az összes többi. És ha ő én hozzám küldetett el, ezt pedig hangsúlyozza, akkor ennek a piszkos lábú társaságnak semmi köze hozzá. Hát persze, hogy nem, mert mi soha se vártunk messiást. Soha se várt se magyar, se bármilyen más nép. Olyat, aki egyedül őt összes többi rovására emelné hatalomba. Ez egy egészen sajátos gondolkodásmód, egy sajátos művelődési, hogy mondja, múlthoz tartozik, és ez kifejezetten és csak is hozzájuk szól. Na most ezt általánossá tenni, ez egyrészt sérti a zsidóságot, mert ez magát a kiválasztottságot kérdezné meg. Hát nyilvánvaló, hogy akkor egy ortodox zsidó tiltakozik ellene. Hangsúlyozom, hogy teljesen igaza van. És ezt viszont, miután kiterjesztették, hogy mikor pontosan erre vonatkozóan nagyon kevés konkrétumot tudnék mondani, hogy mikor lett a messiás fogalom rácsúsztatva az egyetemes megváltó. Mikor lett? Hát ezt nyilvánvalóan nem nagy dombra verve csinálták. Mert elkezd gondolkodni, hogy ne haragudj már, hát hogy képzeled? Tehát, hát ezt fát nem tudsz rácsúsztatni egy vaskarikára. Hát attól soha nem lesz még fából vaskarika. Hát most pedig ez erről van szó. Ez csak akkor lehetett így, ha valamelyik a kettő közül, tehát vagy a messiás fogalom,
vagy a egyetemes megváltó fogalma másikat ki akarta sajátítani, pontosabban a maga uralma alá akarta kényszeríteni. Na most lehet töprengeni, hogy a kettő közül melyik volt az. És ez olyan ügyesen van megcsinálva, hogy tudnélik, hát tehát én lennék az, aki másikra rá akarnék, de ugyan már. Hát én csak a választott néphez jöttem, nem tudom, értető. Én, hát nem. Hát biztos ők? Hát persze, a ostoba keresztények. Hát azok, persze neki kellett a mesé, kellett a kutyának. Hát minden innen adódik. Hát egy olyan, hogy mondjam, elképzelés, hogy majd egyik néphez kötjük le Jézust, az csak a messiás képzettel igazolható. Mert egyébként egyetemes. Hát egy négernek néger Jézus. Tehát a megváltó. Semmi groteszk nincs benne. Az eszkimónak eszkimó. És minden normális kereszténység idején ez teljesen magától értetődő volt. Na most, ha valaki azzal mondja azt, hogy Jézus magyar volt, és senki másé nem, akkor az ugyanaz elzsidósodott. Csak ő most a zsidó helyett magyart mond. Tehát semmivel nem jobb. De hát a magyar sohasem más ért, bocsánat, sohasem más rovására, hanem más ért próbál ki teljesedni, ha tényleg magyar. Na most magyar név alatt azért elég sokan futkároznak itt, tehát ezt már a választások eredményeiből is ki lehet időnként olvasgatni, különösen, ha ez fővárosra koncentrálódik. De hát mindegy, hát bejöhet ide bárki, és akkor tudom én, van egy háza, már szavaz. Na mindegy, hát a lényeg az, hogy nem tudom, ez mennyire válasz vagy hozzászólás. Tudni, nekünk, amikor akár irodalom, akár művészet történetből bármilyen konkrét témához hozzá akarunk nyúlni, mindig a teljességből kell kiindulni. Tehát nem lehet akár egy ilyen témát, van ilyen témában foglalkozni, nem is egy könyv haja, és elég sok könyv van. Jézus ábrázolások. Egészen a 19. század elején, a 19. század, mondjuk második feléig, nincs zsidó Krisztus. Nem tudom, érthető. Igen. Tehát embertanilag ezeket már milliószor elemezték. Semmi köze. Tehát azon, hogy ez most a fehér ember típusa, és azon belül, mit tudom én, az egyik, a másik, a harmadik ilyen alfaj, vagy nem tudom, minek nevezem, azon lehet vitatkozni, mert azért nem egészen egyformák, de hát mindegyiknek az alapja, elvileg legalábbis, az a nem emberkéz által festett ikon. Tehát ez a bizonyos Veronika kendő, aminek hát bizonyos meghosszabbítása az, amit a Turini lepelnek nevezünk is. Hát ez az arc, ez ennek semmi köze a zsidósághoz. Tehát ha már nagyon-nagyon veri az asztal, de igenis, akkor most már határozzuk meg. Hát a te materialista agyad sem juthat más eredményre. Hát akkor mit pedálozol? Tehát itt éppen ez a nem lényeges, hanem az, hogy mindenkié. Pontosan. Na igen, ám, de ezt, hogy mindenkié, ezt én csak lelkemmel tudom fogni. Mert ezt a ráció nem fogja igazolni. És ők mindig behúzódnak a rációnak, tehát ez már a szellemiségnek a szintje, és azon belül a nagyon szűk körű értelmi tevékenységnek. Ha ebben nem tudja okokozati összefüggésbe hozni a dolgokat, akkor az nincs, csak az mutaság. Vagy az, mit tudom, ellenség szava. Ugye? Tehát ha a lelket kihagyom bármilyen egyetemesebb szintű vizsgálódásból, semmire nem fog jutni. Legfeljebb odáig jutok, hogy valaki hazudik. Na most miután én tökéletes vagyok, mondja ő, hát választott nép mégis. Tehát a Jóisten nem fog tökéletlent választani. Hát akkor nyilván csak a másik tévedhet. Tehát automatikusan nekem van igazam. Ezért van az, hogy nem kérhet bocsánatot. Hát nekem van igazam. Hát nem tudom, mennyire közismertek ezek a dolgok, de hát... Ne felejtsük, hát üzleti kapcsolatokban vagyunk. Bármikor megszegheti. Bármikor. Tehát ezeket tudni kell, és nem gyűlölni érte. Hát ha én mondjuk évezredek óta, vagy talán legalábbis évszázadok óta ebben a szellemiségben nevelkedtem, lehet, hogy én ugyanígy gondolkozni. Tehát ne ellene, hanem egy magatartásforma ellen, de azért azzal sem szemben, hanem a miénket, amelyik hát nyilvánvalóan egyetemesebb, és nyilvánvalóan a magasabb szintű is, még csak nem is hangoztatom, gyakorlom.
Nem kell, mert azzal már megszégyeníteném őt, ha én ezt hangoztatnám. Ő megszégyeníthet engem, mert az így elsiklik alattam, fölöttem, mellettem. És különböző, hát az a mestersége. Tehát neki valahogy jelezni kell, hogy ő jobb, ő okosabb, rátermettebb, ő ügyesebb, és így tovább. Tehát az ember egyszerűen lesöpri az asztalra. Szóval ezek azért fontos dolgok, mert most én nekem meggyőződésem, hogy elsősorban nem a elvi, hogy mondjam, konklúziókat, tehát a következtetéseket nagyon pontosan, szépen, érthetően megfogva nem erre várnak tőlünk mondjuk ebből a műsorból, hanem hogy valami jóval konkrétabbat, de azt is úgy megfogalmazva, hogy azért lehetőleg sok helyzetbe tudja használni az életben. Tehát ha én azt mondom, hogy legyél ellenem mindenféle megkülönböztetésnek, ha téged azon az alapon, hogy ő választott népfia, te meg nem, hogy téged ezért ő alacsonyabb rendűnek minősítsen, sőt, hát azt tudjuk a Talmudban, egyszerűen nem vagyunk emberek. Tehát mi gólyok nem vagyunk emberek. Tehát ez is az írásban van, tehát ez nem olyan, hogy valakitől hallottad az utcát, ez nem kell komolyan, de nagyon is. Mert ha én nem venném komolyan, ő viszont komolyan kell, hogy vegye. Tehát nem ezen kell édelegni, hanem azon, hogy van nekünk olyan életprogramunk, amit viszont lehet vállalni, mert akkor egybe biztosak lehetünk, az nem ő ellene program. Nem tudom, értető. Tökéletesen. Tehát abból kiindulni, van nekünk pontosan megfogalmazott, nagyon jó életvezetési programunk, a hagyományunk minden szintjében, tehát az ábrázolásos néphagyomány, amit hát a legkülönbözőbb tárgyakon, tehát tányérokon írókázva, akkor ilyen-olyan, tehát a Néprajzi Múzeum tele van persze a raktára. Na most, hát ha ez bekerülne, vagy a népdalokban, a népballadákban, a népmesékben, helyette tessék belehallgatni, milyen mesék mennek a gyerekeknek esténként. Hát megdöbben az ember. Szóval így lehet tényleg lehűjíteni egy embert, vagy lebutítani, hogy... Holott pedig minden, ami az életre vonatkozó, fontos, tudnivaló, minden itt kódolódik, hát kódolódik, magyarul benne van. És úgy kifejtve, hogy bármikor rá tudunk hangolódni. Tehát nem kell izzadságszagú, tudom én, képleteket bemagolni. És olyan dolgok, amikre a tudomány a maga területén, mit mondjak, 10 éven belül jött csak rá. És nem meri kiolvasni belőle. Tehát nekünk nem kell senki ellen hadakozni. Na de ha magadat se lejtezed le, mert népdal helyett az XY-nak az ostobaságait énekled, meg azt kapcsolod be állandóan, hát drágám, magadat se lejtezted le. Semmi, én nem fogok érte senkit sem szidni, csak magadban kereseted a hibát. Ugyanis megvan a lehetőség. Ma, amitől ember maradhatsz és magyar maradhatsz, hozzáteszem, mind a kettő lélek kérdése, az mindet megkapod. Tanár úr, fél percen maradt hátra. Egy utolsó kérdésem lenne, hogy látja az emberiség jövőjét a jelen állapotok ismeretében? Hát én ezzel már tulajdonképpen feleltem. Aki le akarja selejteződni magát, az le fog selejteződni. Mi már nem tudjuk megmenteni. De aki viszont legalább eddig eljut, ameddig az előző mondatokban eljutottunk, semmi, én ezekben bízom. Ezeknek mondom, amit mondok. Többiről már nem tehetem. Legyen ez a végszerben a műsorban, tanáról. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Úgy gondolom, hogy ennél egyértelműbben nem lehetne megfogalmazni az Úr Jézus Krisztus, az egyetemes megváltónak a helyes megfogalmazását. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt volt. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat.